kisdelki búcsú és arató ünnep programjairól kérdeztük Ágor Ritát, a Kárpátia Kincsesház rendezvény szervezőjét. Augusztus 20-án egy rendezvénysorozattal készül a Kárpátia Kincsesház itt Kistelken. Erről kérdezem Ágor Rita rendezvényszervezőt. Köszöntöm Önt. Mit is tudhatunk ezekről a rendezvényekről? Mely napon, mivel készül Kistelek? Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Háromnapos rendezvénysorozat lesz az idei. Egy kicsit fellélegeztünk, mert nyilván ez a korábbi évekhez képest változott itt a Covid miatt a járványhelyzet, és most, hogy enyhítések történtek, nekünk is egy picit könnyebb lett a feladat, megoldása. Úgy terveztük azért, hogy több helyszínen valósulnak meg a programjaink, és a hagyományokhoz kötődünk, tehát a korábban szokásos felvonulások lesznek, az esti nagy koncert lesz, de hát nyilván több napra terveztük a programokat, és akkor kezdeném augusztus 19-én már itt a Klevelsberg Művelődési Házban egy gyönyörű kézműves, kézi munka kiállítás megnyitást tervezünk. Este 6 órára várjuk majd a kedves látogatóinkat. Legalább 20-22 kiállító fogja itt bemutatni a szebbnél szebb anyagát. Góba Istvánné Valikával közösen tervezzük ezt az akciót, és közreműködnek majd nekünk Bradanovics Detti és a Kisteleki Citera zenekar is, hogy minél színesebb legyen itt az esti programunk. És folytatnám a 20. programokkal. Az ünnepélyes zászlófelvonás reggel 8 órakor lesz itt a Szent István téren, fanfárok hangjaival természetesen, ez is a hagyományok része. És akkor utána következik a Szent István napi ünnepi futás, kerékpározás és a görkorcsolya street kupa. Ez is már hagyomány, sajnos a tavalyi évben ez elmaradt, de most újra belelendültünk. És akkor ide várjuk a jelentkezőket. Előzetesen lehet regisztrálni, majd megadjuk a telefonos elérhetőségeket, ahol lehet erre jelentkezni. Az első 50 futó kerékpáros pólót is fog kapni, úgyhogy érdemes korábban is regisztrálni a megadott számon. 9:30-kor itt a Szent István téren és a Mária Terézia szobornál a megemlékezés virágait fogják elhelyezni polgármester úr, képviselőtestület tagja is, aki el tud jönni, szívesen várjuk, hogy ezt a megemlékezést így megtegyük közösen. És 10 órakor a Szent István Római Katolikus templomban kezdődik az ünnepi búcsúi szentmise. Ezt követően a szentmisének vége, 11:30-ra tervezzük az ünnepi felvonulási menet indulását. Természetesen itt már előtte olyan 10 óra körül a városba a fogatosok, a veteránjárművesek, a traktorosok köröket tesznek meg a város lakói, megtekinthetik ezeket a szép járműveket, ezeket a csodálatos állatokat, nagyon, nagyon hangulatos és szép dolog ez szerintem. De aki majd a menetet szeretné, a konkrét menetet szeretné, akkor annak érdemes a Rákóczi utcára jönnie, mert hogy innen a város központból, tehát innen a Szent István térről indul a lovasfogatos menet ki a Vásár térig egészen. A fúvószenekar vezeti fel a menetet, az idősebb Vándor Rudolf fúvószenekar adja nekünk a menetzenét, és akkor őt követik majd a lovasfogatok, a traktorosok, és akkor végig vonulunk így egy szép menetbe a vásártérre, ahol tervek szerint 12-re ki is érünk, és ekkor kezdődik az ünnepi köszöntő. Díszvendégeket várunk erre a napra. Farkas Sándor miniszterhelyettes úr mond majd köszöntőt nekünk. Az új kenyeret Kisrigó László püspök úr fogja megszentelni. Kistelek város képviselőtestülete minden esztendőben szokott díjakat adományozni, a közbiztonságért díjakat. Most ez évben
dr. Polyák József Zsolt rendőr dandártábornok fogja ezeket a díjakat átadni, valamint Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok, és dr. Kincses László vezető főorvos is, mert hogy három díj kerül kiosztásra, és így egyszerűbb nevén mondom, az évrendőre, az év tűzoltója és az év mentőse fog díszoklevelet kapni, díjat kapni. 13 órára tervezik a mezőgazdasági kiállítás megnyitóját. Itt minden évben nagyon szépen összeállítják a kertbarátok, a kertészek ezt a kiállítást. Idén is vállalták ezt a feladatot, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a közreműködésüket, a támogatásukat. A veterán járművesek baráti köre is készült egy meglepetéssel. 13:30-kor egy kis színpad is épült a vásártéren, és ide fog nekünk települni a Rockszerkó együttes egy élő koncertre. Úgyhogy köszönjük ezt a felajánlást a veteránusoknak. És akkor a mi nagyszínpadi programunkon 15 órakor kezdődik a Kisteleki Citera zenekar programja. Ezt követi majd 15:30-kor a Bába Bokra néptánc együttes. Őnekik lehet, hogy lesz közös produkciójuk is, úgy gondolom, hogy sikerül együtt zenélni és táncolni is. Ez is egy nagyon hangulatos programnak ígérkezik. 16 órára tervezzük a ProArt Elit Táncakadémia bemutatóját. A Kisteleki Fúvós zenekarral egy közös akció van tervben. Egy fúvós zenekari találkozót álmodott meg itt Cirok Zoltán vezette idősebb Vándor Rudolf fúvós zenekar, és vendégségbe hívott két másik zenekart is, a Kalocsai fúvós zenekart és a Kiskörösváros fúvós zenekarát. És ők így hárman fognak egy menet zenét még nekünk közösen adni, szintén a Rákóczi utcán 16:30-tól, úgy 3:45-ig körülbelül odaérnek a vásártérre, tehát egy igen szép nagy hangos menet fog vonulni a vásártérre. Úgyhogy erre is érdemes kijönni, tehát ott a Rákóczi utcán a múzeumtól vásártérig ezt a menet zenét végighallgathatjuk. És onnantól, 5 órától kezdve ez a három zenekar fog nekünk egy nagyon változatos, vidám programot adni. Úgyhogy ezek itt a fő pontjaink így délutánig, és akkor estére a nagy koncert, a nagy élő koncert, a 90 perces koncertet az Apostol együttes fogja adni. Hát reméljük, jó bulit fognak tartani. Ha vége a koncertünknek, természetesen a tűzijáték nem maradhat el, és ezt követően a tűzijáték után még egy utcabálat is tervezünk. Varga László és barátai fogják a zenét szolgáltatni a táncos lábú vendégeknek. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk erre a napra is az érdeklődőket. Hát természetesen nem csak kistelekieket, a vendégeket is, akik hozzánk jönnek, a családokhoz jönnek, vagy a szomszéd településekről érkeznek, örömmel látjuk. Hát egész nap vásári forgatagban ott a téren, játékok, kirakodó, vásár, úgyhogy ezek a programok így állandóan működnek. És folytatódik a napunk augusztus 21-én, vasárnap itt a Szent István téren még egy kis gyerekprogrammal fűszerezzük meg ezt a hosszú hétvégét. Úgy gondoltuk, hogy az önkormányzatnak most van két saját ugrálóvára, amelyet így ingyenesen tudunk itt felállítani az érdeklődő gyerkőcök részére. Tehát lesz ugyanúgy, ahogy a gyereknapon volt, ez a kis kastély és a csúszda, amely itt ingyenesen használható ezen a délutánon. Hát olyan 3 órától már jöhetnek a gyerekek felügyelettel itt. Igyekszünk biztosítani a szórakozásukat, a jó játékot, és 16:30-tól lesz egy kis gyerekprogram, mégpedig zenés gyerekprogram, Detti és Zoli szórakoztató zenés gyerekműsora. Akkor egy pici kis szünettel átállunk, és utána pedig egy nagyon
klassz új bábszínházi előadás, egy tényleg abszolút új darab, Mátyás az igazságos. Ez az Aranygyapjú Társulat báb előadása lesz. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk erre a délutánra a családokat, kisgyerekes, nagyobb gyerekes családokat, akik el tudnak majd jönni. Kegyeleti park épült Kisteleken. Az átadón stábunk is részt vett. Kisteleken nyílt meg az országban egyedülálló módon a Kárpát-medence temetkezési szokásait bemutató kegyeleti park. A Kisteleki Néprajzi Kegyeleti Parkban eredeti és másolatként készített sírjelekkel mutatnak be különböző temetkezési szokásokat. Az egy hektáros területen egy fogadóépület is megtalálható, ahol különböző tájegységek lakóira jellemző temetkezési szokásokat lehet megismerni. A Kisteleki Néprajzi Kegyeleti Témapark, ahogy a neve is mutatja, alapvetően a paraszti kultúrához nyúl vissza, a 19.-20. század fordulója az időbeli szűrő. Témapark abban a tekintetben, hogy egy adott témát járunk körül, ez pedig a halál és a halálhoz kapcsolódó szokáskör. Mintegy egy hektáros területen állunk. A történelmi Magyarország határvonalain belül jelöltük ki azokat a helyszíneket, településeket, ahonnét ezeket a tájmásolatokat, a sírjelmásolatokat bemutatjuk. Kisteleg településről 5 eredeti sírjelet mutatunk be, ami azért is fontos, hiszen Kisteleken valósult meg, és rendkívül fontos az, hogy a helyiek magukénak érezzék ezt a parkot, ezt a fejlesztést. Vas Rozáli, a projektmenedzser nyitotta meg az átadót, majd átadta a szót Sejben Józsefnek, aki a Kisteleki Képviselőtestület nevében kezdte meg a beszédeket. Kisteleki lakosként nagy büszkeséget tölt el, hogy városunk újabb értékkel látnivalóban gazdagodott. A múltunk megismerése és tisztelete, hagyományaink, szokásaink és kultúránk ápolása, megőrzése nélkül gyökértelenné hazátlanokká válhatunk. Ezáltal pedig a jövő nemzedékének gyermekeink boldogabb jövőjét kockáztatják. Ahogy Babics Mihály mondja, sokkal szebben és tömörebben, múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. Az itt megvalósított park sok-sok ember keze munkájának, ötletének az eredménye. Először engedjék meg, hogy megköszönjem dr. V. Katalinnak, aki a kurátori munkáját néprajzi és múzeumi szakemberként végezte, emellett nagyon sokat segített a szakmai anyag összeállításában, munkáját lelkiismeretesen és nagy elhagyatottsággal végezte. Köszönjük! Nyilván elsősorban megköszönjük a város nevében a kivitelező cégnek, a Sisák Kft-nek, Sisák Lászlónak a munkáját. Köszönjük Murányi Gábor és Kicsiny László turisztikai szakértését és szakmai támogatását. Természetesen a kisteleki lakosok is kivették részüket abban a gyűjtésben, adakozásban, melyben felajánlásaikkal gazdagították, teljesebbé tették az itt bemutatott tárgyakat, eszközöket, fotókat. Köszönjük dr. Nagy Nettának a gyűjtésben elvégzett munkáját. Továbbá Jobbágyné Vörös Ibolyának, Lőrinc Sándornénak, Bicókné Franciskának, Jéga Szabó Józsefnének, Hell Erzsébetnek, Cegersvit Istvánnak és Gyimási Zoltánnak a felajánlásaikat. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az ötleteket és a pályázatnak a megírását Nagy Sándor polgármester úrnak, segítőinek, Ott Gabriálának és Mészáros Gábornak. Amit tudok ígérni, hogy városunk vezetése továbbra is megragad minden olyan lehetőséget, ami a településünk fejlődését és gazdagodását segíti. Majd dr. V. Katalin a kiállítás kurátora folytatta, aki ismertette a témapark kiállítását és tartalmi elemeit. Először is a legfontosabbnak azt tartom kiemelni, hogy egy országosan is kuriózum fejlesztés valósult meg az önök településén. Már a témaválasztás sem mindennapi, hiszen a halál témájához nyúlni meglehetősen nehéz feladat. Sokan morbidnak tartják, félnek tőle, ijesztőnek, hiszen a mai világunkban a halál már nem a mindennapi életünknek a része. Kuriózum tehát a témaválasztás, másrészt pedig maga a helyszín, hiszen a jelenlegi kisteleki témapark helyén állt a korábbi köztemető, amit a kegyeleti szempontok figyelembevételével felszámoltak. A kő sírjelek egy része a szomszédos kápolna mellé került át, a fa sírjelek pedig a kápolnába. A helyiek pedig márványtáblával megjelölt jelképes sírhantot emeltek az elhunytak emlékére.
Szintén a témapark mellett található az első és második világháborús katonatemető abban az irányban, illetve a régi izraeli temető itt mellettünk, továbbá a település jelenlegi köztemetője is. Elmondhatjuk tehát, hogy országosan is egyedülálló helyszínen valósult meg a témapark. A kiállítás koncepciójának összeállításakor több szempontot is figyelembe kell vennünk. Egyrészt a megrendelői igényeket, másrészt a helyszín adottságait, a kiállítandó tárgyakat, a pályázati követelményeket, a technikai lehetőségeket, és természetesen a költségvetési keretet is. Amikor a koncepciót összeállítjuk, akkor tudunk választ adni azokra a nagyon fontos kérdésekre, hogy ténylegesen mit, hol, miért és mennyiből akarunk megvalósítani. A mit kérdésre választ ad a fejlesztésnek a címe, Néprajzi Kegyeleti Témapark. Ezt a nevet választottuk, ugyanis ez pontosan kijelöli, hogy egy adott időszakot, a 19.-20. század fordulóját mutatjuk be, és néprajzi témapark, hiszen a paraszti kultúrát emeltük be ebbe a parkba. Kegyeleti park, hiszen a halál témakörét és az ahhoz kapcsolódó szokáskört jelenítjük meg, illetve témapark, mert nem skanzent, nem múzeumot, nem kiállító helyet szeretünk volna létrehozni, hanem mindennek egyfajta keverékét. A különböző turisztikai fejlesztések és intézmények elemei keverednek ebben a parkban. Egyrészt a Magyarországon is több helyen ismert mini Magyarország parkokhoz abban hasonlít, hogy itt is a történelmi Magyarország méretarányosan kicsinyített másán helyeztük el a sírjeleket, de nem épület maketteket, hanem sírjelmásolatokat. A téma tekintetében hasonlít azokhoz az intézményekhez, amelyek kegyeleti múzeumként működnek, világszerte ismerünk több ilyet, illetve Budapesten a Fiumei úti kegyeleti múzeumot, de különbözünk tőlük abban, hogy nem a polgári temetkezés kultúrát, és nem nemzeti nagyjaink, hanem a népi kultúrát alkalmaztuk szűrőként. A népi kultúra elemeinek szabadtéri bemutatása tekintetében pedig hasonlít hazánk szabadtéri néprajzi múzeumaira, a skanzenekre, de esetünkben nem áttelepített eredeti és hiteles építmények, hanem eredeti méretű tárgymásolatok, kisebb mértékben pedig eredeti tárgyak kerültek be. Hogy milyen is legyen egy ilyen témapark, amely a halál témakörét járja körül. Legyen formabontó, de ne legyen megbotránkoztató. Legyen innovatív, de tartsa tiszteletben ezt a rendkívül nehéz témát. Legyen érdekes, de nem közönséges. Egyáltalán kérdés az, hogy lehet-e szórakoztató egy temető. Egy temetkezés, egy kegyeleti park. Azt gondoljuk, hogy ha érdekességeket mutatunk be, akkor igenis lehet alternatívája a egyéb szabadidős tevékenységeknek. Legyen befogadó, de ne tudománytalan, legyen szakmailag megalapozott, de ne száraz, és mindenek előtt legyen a helyi lakosoké. Érezze minden kisteleki a magáénak, ezért is örülünk annak, hogy számos kisteleki tárgy, illetve fotóanyag került be a kiállításba. Végül, de nem utolsó sorban pedig legyen az ide látogatóké, a települést felkereső vendégeké. A kiállítás egységei az épület, a beltér, illetve a szabadtéri park. Az épület egyszerre fogadótér, múzeumpedagógiai foglalkoztatótér, közösségi tér és kiállítótér, ahol az utolsó emberi életforduló, a halál és a hozzákapcsolódó temetkezési szokások kerülnek bemutatásra, alapvetően kisteleki vonatkozásokkal. A külső helyszín szintén egy kiállítótér, ahol a történelmi Magyarország körülkerített határvonalán belül, GPS pontokon kijelölt településeken sírjeleket állítunk ki. A sírjelek üzeneteket közvetítettek. Ahogy az élő falunak, úgy a temetőnek is megvolt a maga jelrendszere, az élő és a halott falu egymás tükörképei voltak. Egy példával szeretnék erre utalni. Például egy sírjel mérete utalhat az életkorra, hiszen egyes településen a fiatal elhunytak kisebb gombosfát kaptak, mint az idősebbek. Utalhat egy sírjel mérete a rangra, a vagyoni helyzetre, mert például obeliszket, nagyméretű obeliszket csak a módosak tudtak állítani. De utalhat a sírjel mérete a lakhelyre, az adott néprajzi csoportra vagy tájegységre is. Példaként hozom a Székelyföldet, amelynek egyes falvaiban monumentális káváskereszteket helyeztek a sírokra. És létrehoztunk egy olyan sírjel tipológiát, ami elhelyezkedés, felekezet, anyag, forma és technika szerint típusonként
mutatja be ezeket a sírje típusokat. A megnyitó szalag átvágással zárult, és a résztvevők egy tárlatvezetésen vehettek részt dr. Vég Katalin és Szabóné Bognár Anikó által összeállított témaparkban. A 35. országos diákköri konferencián második helyezést ért el dr. Vég Dóra. Őt kérdeztük pályamunkájáról, eddigi sikereiről és jövőbeli terveiről. A balázscsei születésű dr. Vég Dóra második helyezést ért el a 35. országos diákköri konferencián bemutatott pályamunkájával. Először is köszöntelek. Beszélsz magadról egy picit, hogy jött az életedbe a biológia, a gyógyszerész szakma? Tulajdonképpen mindig is érdekelt a természet, az állatok, a növények, ezért általános iskolában nagy érdeklődést mutattam a biológia iránt. Nagyon szerettem ezt a tantárgyat, és valahogy egyszer a fejembe ötlött, hogy én gyógyszerész szeretnék lenni, ami azért is fura, mert senki a családba még nem végzett tudományos pályát, nincs orvos, nincs gyógyszerész a családba, de én ezt elhatároztam még általános iskolába. Ezután folytattam a tanulmányaimat a Szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumba, biológia szakon, és valahogy elterelődtem ez a gyógyszerész vonaltól, úgy nem is tudtam nagyon, hogy majd mi szeretnék lenni, kerestem a helyem, hogy hogyan tovább, és aztán megint eszembe jutott, hogy én tulajdonképpen gyógyszerésznek indultam az általános iskolába, és akkor úgy döntöttem, hogy hát akkor legyen ez. Azt tudtam biztosra, hogy orvoshoz nem szeretnék lenni, akkor így választottam a gyógyszerész szakot, és sikeresen felvettek a Szegedi Tudomány Egyetem gyógyszerész tudományi karára. Nagyon szerettem ide járni, nem bántam meg, hogy ezt választottam, végig élveztem az 5 évet. Nyilván nem volt könnyű, de nagyon érdekelt, amit tanultunk, jó oktatóim voltak, nagyon szerettem oda járni. Hogy lettél ezután kutató, és milyen területeken tevékenykedsz? Már az egyetem első év végén elkezdtem tudományos diákköri munkát végezni. Ez igazából diákoknak szól, így az iskola mellett részt tudnak venni valamilyen kutatócsoport által folytatott munkában. Elkezdenek önállóan dolgozni, megismerkednek egy adott témával, és én ezt vittem végig a további 4 év során, ameddig befejeztem az egyetemet. És hát így nekem nyilvánvaló volt, hogy maradok az egyetemen, és folytatom tovább azt, amit elkezdtem. Illetve én már az egyetem elején is azt gondoltam, hogy a PhD fokozatot is szeretném elvégezni, tehát nem állok meg a doktori cím megszerzésénél. Nagyon fiatalon szerezted meg a doktori címedet, és mesélsz erről is egy picit? Ugye a gyógyszerész szakma az egy 5 éves képzést jelent, így mivel sikerült elvégeznem 5 év alatt az iskolát, így már 23 évesen doktorrá avattak. Ez engem jó érzéssel tölt el, hiszen így sokkal fiatalabban tudom elkezdeni a tudományos pályámat. Hogyan fogadtad a versenyen elért eredményed, és miről szólt a pályamunkád? Természetesen nagyon örültem neki, és büszke voltam magamra. Én tulajdonképpen egy olyan új klinikai, diagnosztikai módszer fejlesztésében veszek részt, amely teljesen új, innovatív jellegű, jelenleg ilyen még nincs a világon. Ez egy olyan új diagnosztikai módszer, amely abszolút beavatkozásmentes, fájdalommentes, és a különböző gasztrointestinális, azaz gyomorbélrendszeri betegségekkel küzdő betegek terápiájának nyomon követésében, a betegség diagnosztizálásában lehet majd a jövőben hasznos. Nagyon jó eredményeink vannak már most. Erről szólt a munkám, amit először a Szegedi Egyetem helyi fordulóján mutattam be, és itt jól szerepeltem, ezért tovább jutottam az országos fordulóra, ezt 2 évente rendezik meg. Idén áprilisban volt a 35. országos tudományos diákköri konferencia, ahol ugyanezt a munkámat kellett bemutatnom. Ugye itt rengeteg diák versenyez egymással, és hogy a különböző előadásokat össze tudják hasonlítani, téma alapján szekcióba sorolják ezeket az előadásokat. Én a gyógyszerhatástan és klinikai gyógyszerészet szekcióba kerültem, és itt értem el 2. helyezést. És mi az, amit szeretsz a munkádban?
Kutatónak lenni mindig kihívást jelent, és szerintem ez nagyon jó érzés, amikor van egy feltételezésünk, egy hipotézisünk, hogy mi az, amit szeretnénk bizonyítani. Erre végzünk kísérleteket, és amikor bebizonyosodik, hogy helyes volt a feltevésünk, tehát az általunk kitalált módszer az jó, használható, az nagyon jó érzés. Illetve PhD hallgatóként részt veszek még az orvostanhallgató és fogorvostanhallgatók oktatásában, és ez a terület is nagyon érdekel engem, nagyon szeretek nekik gyakorlatokat tartani. Említetted az elején, hogy a családból a szüleid, senki nem ezen a területen tevékenykedik. Hogy fogadták ők a sikereidet? Természetesen végig támogattak. Már annak is nagyon örültek, hogy Szegeden egy ilyen jó hírű, erős iskolába bekerültem. Az sem volt könnyű, utána nagyon jó érzéssel töltötte el őket, hogy felvettek az egyetemre. Végig támogattak, bár néha azt éreztem, hogy kicsit nehezen értik meg azt, hogy mind megyek keresztül, ugyanis előtte a családban erre nem volt példa, azért nem volt egy egyszerű 5 év, de végig mellettem voltak, támogattak, és nagyon hálás vagyok nekik, nélkülük ez nem sikerült volna.